kívánok! Aktuális című műsorunkat látják. A stúdióban vendégem Smit Jenő, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke és tappolgármester Szerbusz. Szia! Keddig egy, a nézőknek is. Egy nagyon érdekes évbe vagyunk, ugye az önkormányzati és az európai parlamenti választások évébe érkeztünk. Ez mit jelent a helyhatóságokra nézve? Izgulunk? Persze, hát ez egy verseny. Mindenki izgul, aki elindul majd a polgármesteri vagy éppen képviselői helyekért azért mégiscsak egy helyi önkormányzat azért a, akár mennyire is egy centralizált rendszerben élünk most, de mégiscsak a helyeket képviseli, a helyek problémáját próbálja megoldani, iránymutatást adni, attól függ persze mekkora a település, nem kell ebben álságosnak lenni, egy nagyobb településnek sokkal több felelőssége, sokkal több dolga van, mint egy kisebbnek hiszen ők látnak el különféle szolgáltatásokat a, a, környéknek. Úgyhogy ez egy nagyon, nagyon nemes verseny, és aminek, aminek a, talán foganatja van, és ezt azért közösségtanilag <kül> úgy fogtam megfogalmazni, hogy benne van az innováció és a hatékonyság. Amiben ez kiszedik, ezt a két fogalmat, hogy innováció és hatékonyság, az előbb-utóbb összeburul és nem működik. Az önkormányzati rendszer azért jó, mert mindig képes megújulni, mindig jönnek új emberek, mindig lesznek vágyak, tervek, és ebből adódóan mindig innovatív az önkormányzatok, és azt kell, hogy mondjam, hogy a rábízott pénz, pénzzel, vagyonnal, a nagyon nagy részük az teljesen hatékonyan is működik. Sokszor nyilatkozol arról, hogy forráshiányjal küzdködnek az önkormányzatok. Most mit látsz? Hát ez nem változott. Ugye, hogy az államháztartásnak a hiánya 5-6 százalék, ugye 4,5 milliárd forint, akkor elképzelhető, hogy amikor ugye ebből mennyit az önkormányzatoknak, hogy valamilyen módon el legyenek. Inkább az a prés van, hogy a, a, amivel több adó bevételt beszedünk, ez körülbelül 300 település szedi be, hogy a nézők is értsék, a legnagyobb bevétel az iparizési adó, az a magyar települések 10%-án csapódik le. Ebből az összegből <kül> szolidaritás címén a magyar állam be kell fizetni körülbelül 35-40%-át, és ezt osztja vissza a kicsiknek. Tehát a, a, úgy néz ki a szaldója az államnak ilyenkor, hogy neki nem kell a közös adófizetői pénzekből támogatni az önkormányzati rendszer, csak nagyon minimális összeggel, nagyságrendileg egy 500 milliárd forint a támogatja. Ebből működik szinte az egész önkormányzat, a többit azt mi is adóba szedjük be. Ehm, igen, hát az adófizetés az egy nem egy kellemes állapot senki számára. Azért a magyar társadalom az túl van adóztatva, mind a fogyasztási típusú adókkal és mindegyéb mással. De hát ilyen rendszerben élünk, nagyon sok minden van közös, amit Elvárunk az államtól és az önkormányzatoktól, hogy az tartsák föl, működtessék, és az lehetőleg. Ezért mi hajlandók vagyunk adót fizetni, ebből adódóan elég nagy bevételi struktúrát nekünk generálni, olyan módon, hogy ezt fent tudjuk tartani. Arról is sokszor beszéltél, hogy azt a tendenciát látod, hogy az önkormányzatok az önfenntarthatóság felé mennek ezekben az években. Ezt most hogy látod? Igen, ugyanúgy látom én is. Tehát ez nem változik a hajánál fogva kell magát mindenkinek kirángatni a rosszból, ez az önfenntartás irányába kell hatni. Ebből adódóan vissza belegondolunk abba, hogy én nem a covid említem, csak az energiát, egyszer rá fog mindenki arra kényszerni, hogy egészen más dolgokat használjon, annak a világnak vége van, hogy 22 forintért adják a villamosenergia kilovatját. Mondjuk a duplája, de ez nem azt jelenti, hogy, hogy ettől annyira meg kell ijedni, vagy fényik okos rendszerek vannak, mindig meg kell újulni, mindig beruházni kell. Sajnos nekünk ez saját forrásokból nem megy, ez legfőképpen EU-sból megy és állami támogatásokból. És hát az önfenntartásnak pedig még van egy nagyon fontos métén, nem vagy kiszolgáltatva senkinek sem. Ez egy lehet nagyon fontos dolog, az önkormányzatoknak ez lenne a lényege, hogy önfenntartó legyen, önkormányzó legyen maga. Nem szabad, hogy kiszolgáltatott legyen bármilyen támogatási formára, bármire. Aki kiszolgáltatott, az nem tud egyenes döntéseket hozni, az a mainstream meg kell, hogy menjen. Ebből adódóan az önkormányzati szektor most még nem annyira önkormányzó, hogy finoman fogalmazza. Ezt én értem, de ugyanakkor nagyon sok a kötelező ellátandó feladata is egy helyhatóságnak. Hát az az én bajom, hogy ugye ennek az egésznek egybe kellene működnie, az azt jelenti, hogy nem csak támogatásokat kellene kapni a feladatok ellátásához, hanem a gazdasági részét is erősíteni kell az önkormányzatoknak, csak ez nagyon, nagyon önállóságot adna nekik. Ezt én úgy látom, hogy a, <kül> ebben a centralizált rendszerben ez nem fér bele ez a gondolkodásmód. Most gondoljunk arra, hogy például a a legjobb példa éppen itt vagyunk, de az ivó visszahegyvíz tekintetében. Mi voltunk az ármegállapítók tíz év ezelőttig, van egy regicsökkentés, és most ugye merre fele megy ez a dolog holott az adott közösségnek kellene ezt az egészet fenntartani, még hogyha 100 ezer vagy 150 ezeres populáció? beszélünk, vagy beszélünk a hulladék is. Ezekből a származó bevételek, meg a szolgáltásból származó bevételeket mi nem, nem osztalékként kivettük, és nem, nem elköltöttük mindenre, hanem tettük vissza ugyanúgy a települések üzemeltetésébe, utakat építettünk bőle, járdákat, a saját cégeinknek meg, megpróbáltuk jobb tárgyi eszközellátással ellátni. Úgyhogy ez kiment alólunk, ebből, ebből adódóan kiszolgáltatott egy kicsit a részleg, mert arra vagyunk károsztatva, hogy csak állami támogatásból él a nagy része. 2700 önkormányzat, 300-on van egy kis lehetőség mozgástér arra, hogy mozogjon. Tabot hozom fel példána, hogy példát is mondják, nagyjából fél milliárd forint adót fizetnek be Tabon, a vállalkozók, lakosság és mindenki. Persze a lakosság jelentése kevesebbet, ezt a vállalkozók fizetik be kb. 450 millió forint formájába. Ebből az 500 millióból, mire minden feladatot elláttunk, amit a állam ránk testált, és ezen kívül befizetjük a szolgáltási adót, ami ennek kb. 30%-a 150 millió forint, a város képviselő testületének nagyságjának 40-50 millió forintja marad, ami szabad forrás sorod dönthet egy városból. Tehát 40-50 millióból két kilométer utat lehet meg aszfaltozni, kb. ennyi. Tehát, hogy ezt valamilyen módon erősíteni kell majd, mert ez nem önrendelkedés, ez nem önfenntartás. Gondolom, ötletek is vannak az erősítéssel kapcsolatban. Igen, vannak, hát ugye a, a legjobb példa erre, hogy azért most már a, a legfőképpen, hogy most ugye új miniszterünk van, ugye egybe került a területfejlesztés, a, az önkormányzatok és a közgazdaság, ami szerintem rettentő módon helyes, mert egybe van, minden a településeken zajlik, minden ott történik. A... Ebből adódóan a járásszékhelyeket meg kell ősíteni, nagyon, hiszen oda jár be mindenki, ott fesz igénybe mindenféle szolgáltatásokat és minden ilyesmit. Viszont az irány abba megy, hogy ugye iparüzési adó az igazából, ha azt akarom kettős adóztatás, ha úgy nézem, akkor meg nem kettős adóztatás. Viszont az iparüzési adót azt ugye már nálam, akik bejárnak emberek dolgozni a szomszéd települések, ők is megtermelik tabnak. Na most ezt a részt nem az állammal kéne szolidaritálni, és ebben úgy látom én, hogy a minisztérium rettentően partner, hanem ebből területfejlesztési alapot képezni, és ez a területfejlesztési alap menne vissza a településekre pályázható formába. Akkor mondjuk azt, hogy szolidaritást vállaltunk a többi településsel, mert az ott, ott lévő emberek is megtermelik azt, amiből mi megvagyunk. Ezt eddig a kormányzat elvonta ezt a pénztömeget a működésbe. Ez, ez ebből lehet nekünk fejlesztési forrásunk. Erre van egyébként befogadó képesség, hogy látod? Igen, igen, erre abszolút van befogadó képesség. Itt most a nagy hátrány, az nagyon egyszerűen profán bután, nagyon magas az államháztartási hiány. A következő évben se lesz sokkal kevesebb. Most egy-két százalék ide-oda, az nagy, nagy pénz, 5-600 milliárdokról beszélgetünk egy-egy százalék esetében, de ettől függetlenül a probléma az, hogy mindig deficites volt, ezt meg kell állítani ebből adódóan kisebb államot kell teremteni, és a közszolgáltatásokat jobban át kell szervezni, mert a magyar társadalom 30 éve nem tudja önmagát fenntartani ilyen módon, hiszen a költségvetés elszáll. Ez köszönhető sok mindennek, legfőképpen akik hozzák a döntéseket, mert ugye azok, azok irányítják ezeket nagyjából, de ezt a folyamatot tényleg meg kell állítani, és akkor, akkor ez visszajára fordul, akkor akkor talán az önkormányzatok is fel fognak tudni lélegezni. Közszolgáltatásról, illetve kötelező feladatellátásról beszéltünk, és egy kicsit még visszatérnék hozzá. Nagyon sokat lehet mostanában olvasni, és én magam is sokat hallok róla, hogy küzdenek az, a települési önkormányzatok a, a gyermekétkeztetéssel kapcsolatban. Sok a probléma. Ezzel kapcsolatosan milyen megoldási javaslat van? Uh ugye mindennek az alapja a pénz. Nem tudok erre más mondani, egy szolgáltatást, hogyha az infláció elmegy 6 hónap alatt 100%-kal, akkor az adott előző évi költségvetést nem módosítom, ez a veszteség veszteségbe fog átfordulni minden. Lásd a kórházakat, vagy lásd minket, vagy bármilyenemet. Ez egy rugalmatlan rendszer, gyorsan kell erre úgymond reagálni. Ha az infláció ilyen magas, akkor pótlagos forrásokat kell beletenni ennek a rendezésében. Ma oda jutottunk, hogy 1200 forintba kerül egy nagyjából egy ebédön költsége. Na most e ezt a forrásmennyiséget, ha akarom, hanem ha azt mondtam, hogy ingyen megetetjük az óvodást, megetetjük az iskolást, az oda kell valakinek tenni adófizetői pénzből, nincs mese. És ugye ez, a, ez amikor a finanszírozás és a, a feladat el, ellátás elválik egymástól, az óvatatlanul feszültséget okoz, financiális problémákat ezek minden rendszerben így csapódnak le, ahol állam van benne, mert ott ugye éves-éves költségvetések vannak, és ugye hát, és évközben van valami, rá kellett tenni valamit, mire papírt mire valaki eldönti, meg a tartalékból, meg innen, onnan, amonnan, addigra attól még a hentes ki kell fizetni, meg ki kell fizetni az zöldségest is. Ebből sok önkormányzatnak igen, nagyon problémája voltak a településétkezéssel most is vannak vele, és legfőképpen nem csak ezzel, hogy, 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 van az ingyenesség, én az ingyenességnek nem vagyok híve, ez köztudott, nem fogom feljelenteni a saját mert hogy értse valaki. Most ezt valaki nézi, akkor rám néz Úristen saját állampolgár feljelentése. Az óvodában elég, ha a szülő leírja, hogy ő neki nincs annyi vedelme, és akkor egy ingyen kapja az óvodás az ételt. Most én megkérdőjezhetem ezt, egy dolgot tetek, tem a nav hogy hát anyuka nem annyit keres de nem fogom megtenni a saját szembe. Ebből tudom a szemünket, és mindenkinek adjuk az ingyen ételt. Az ingyen ételnek meg az a legnagyobb problémája, hogy nem becsülik meg. Tehát más rendszerbe kell dolgozni. Én elhiszem, nagyon sok gyerek van, aki éhes, nagyon sok gyereket el kell látni, én is látom, de ettől függetlenül inkább támogatási rendszereket kell kidolgozni ahhoz, és nem ingyenessé tenni az étkezést, mert annak az a következmény nem szólnak, képzeld el, amikor egy nap ott marad 50 vagy 60 adag kaja, mert nem szóltak, hogy a gyerek beteg, ez van, az van, amaz van, és akkor ingyenesen kaptam, ott maradt, kinek adom oda, hát vigyétek haza, egyétek meg, csináltok velem, de maradék nem maradjon vért nem is sem, mert mondjátok, ez meg veszélyes hulladék lesz, na akkor aztán azért még meg, megint pénzt kell fizetni. Szóval újra át kell mindent szépen gondolni, hogy ha tényleg azt akarom, hogy ingyenesen, tényleg így akarom, akkor az megfelelő szabályzokat is kell kialakítani. Ugye a saját településedben nagy hangsúlyt fektet az úgynevezett smart eszközök bevezetésére, az egész szemléletmód napi alkalmazására. Ez mennyire népszerű, vagy mennyire tudja a többi település is ezt megvalósítani? Hát ugye ez is nem, nem azonnal képződik, tehát azt látni kell, hogy mi pályázunk el. Amikor elkezdtem, ezt több tíz évvel ezelőtt kezdtem el, és abból az indítatásból kezdtem el, hogy én, én egy konoksváb gyerek vagyok, én nem szeretek kiszolgáltatva lenni senkinek se. És ebből adódóan elkezdtük ezeket a legfőképpen alternatív energiákkal való rendszerek fölépítését, mert nekem nagyon sok van, és ezzel túléltette a rendesen a lennegi is. Viszont egy példát hadd mondjak, hogyha nem lett volna ilyen szintű beruházás, LED lámpák előtte, még mielőtt ne, nem LED lámpák voltak, a, a 15 évvel ezelőtt a, villamos villamosenergia költsége, a közvégetes költsége 14 millió forint volt. Ledlámpák után 6 millió forint lett a, a, az egész éves közvégetes költsége megjött a energiaválság, ha 32 millió forint lett a közvilágításnak a díja. Ha az nincs, akkor megcsinálva, ez akkor 80-100 millió forint, ami azt jelenti, nem tudjuk kifizetni. <laughs> Tehát ugye, és ez nem csak ilyen módon engem érint, hanem minden települést érint. Erre különben a közvilágítási nemzeti programot lehetne kidolgozni, nagyon egyszerűen, nagyon szépen. Nagyon remélem, hogy a kormányzat ebben, ebben lépni fog. Mert azért az, hogy mindenhol minden égen megvilágítsunk a téje 11-től hajnal 4-ig, amíg emberfia nem jár arra, fölösleges luxusok. Én értem, hogy éjjel is termelnek az erőművek, valamilyen módon a villamos energiát, azt azért, azért viszik, a paks nem lehet lekapcsolni, azért ott az éjszakai termelést azt valóban el ilyen szempontból. Tehát van, ennek csomó összefüggése, de ettől függetlenül ezt meg lehet csinálni. Ráadásul napelemek vannak, hőszivattyúk, és teljesen új világ nyílt ki. Ha belegondolok abba, hogy tíz év vezet, milyen volt egy hőcserélő vagy hőszivattyú, és most milyen technológia és technika van, ég és föld, mindenkinek azt tudom ajánlani, hogy előbb-utóbb az önfenntartás lesz itt is a cél. Annak ellenére, hogy ezt a ds bocsánat, a hálózat tulajdonosok, ezt nagyon rosszul fogják venni, de hát így jártam. Muszáj, hogy visszakanyarodjunk az aktuális kérdéshez a választásokhoz. Azért a település vezetők nem mindegy, hogy mit ígérnek a választási programjukba, hiszen azonnal viszont reakciót fognak kapni akkor is, hogyha dicsérik őket, és akkor is, hogyha a problémát vázolják. Van valami tanácsod azoknak, akik indulnak polgármesternek, képviselőnek itt a következő időszakban? Hát nagy álmokat ne kergessenek, jó? Tehát ugye két dolgot alaposan meg kell nézni. Egyrészt, hogy hol ülök, <laughs> milyen lehetőségeim vannak, ez az első. A második az, hogy itt azért a működtetés az, az csak költség, azt mégis alaposan át kell gondolni, azt gondolja végig. A beruházási részre pedig sajnos nem tud ígérni semmit sem, mert lehet álmokat, vágyakat ígérni, de nincs pénze az önkormányzati szektornak, ezek pályázatból lesznek. Ezért, a, ezért, az uniós pályázatokat legyenek szívesek átolvasni, hogy a top pluszok éppen hol állnak, hova pályát eddig a település, milyen lehetőségeik lesznek, és azt ígérni meg az állampolgárnak, hogy nem tudok járdát építeni, nem tudom én hova, mert nem lesz ilyen pályát kiírva. Mindegy, hogy miről beszélgetünk, nem tudom megcsinálni. Tőlem is sokan kérdezik, hogy mennyi beruházás lesz a lakótelepeken jobbra-balra, és akkor ez most meg a tónál, meg a játszóterek, meg minden, és miért nem mutat aszfaltozatot? Azért, mert nem arra van forrás, tehát nem arra preújkálja a maga a partnerségi megállap is az Európai Unión keresztül. Ezeket mind át kell olvasnia mindenkinek ahhoz, hogy tudja, hogy mit ígérjen. Azt tudom, hogy nem kell nagyon ígérgetni, mert nagyon nem lesz pénz a következő három-négy évben biztos, hogy nagyon nem lesz pénz, helyre kell állni a magyar gazdaságnak is, és helyre kell állni úgymond az Európai Unióval való kapcsolatrendszernek is. Annak ellenére, hogy a top pluszok azok mennek, de az összes többi program áll, és abból is szeretnénk mi önkormányzatok forráshoz jutni, akár a környezetvédelem programokból, tehát a KEHO-ból, akár a, a FM-ből, tehát a vidékfelső programokból, ezek, ezek fontosak, ezeket mindenki olvassa. Tehát ez a két irány van működtetés, saját magam, a saját dolgaim a probléma, probléma, ha a beruházás az meg csak fejlesztés, támogatás. Egy utolsó kérdés, ami azért egy kicsit összetett lesz, milyen szerepe lesz a, a, a jegyzőknek, az önkormányzatoknak a, a választás lebonyolításához, hiszen most ez egy speciális helyzet lesz, ez az egyik. A másik, ami sok mindenkit érdekel, hogy ugye júniusban lesz egy eredmény, és egy ügyvezető testület működik majd egészen októberig. Hogy tudjátok már, hogy mi történik ez alatt a pár hónap alatt, és hogy mégis mire számít? Csunk mi állampolgárok? Hát szeretném mondani, hogy a mostani polgármester és képviselőtestet mandátuma október 1. Az, hogy július 9-én lesz választás, az ezt nem befolyásolja. Meg lesznek a választások, lehet, hogy új polgármester lesz, lehet, hogy kísérdik pár képviselő, de augusztusban nem tud bejönni, sebb szeptemberben nem fog tudni bejönni, kívülről meg fogja nézni, és meg fogja várni október 1-ét, hogy akkor automatikusan megszűnt az elődének a mandátuma, és akkor kezdődhetnek akár az átadások, alakulóülések, és minden ilyesmi. Nem várok nagy problémát egész Magyarországon, biztos lesz egy-két olyan település, ahol már persze menni fog a brúzt, szeretném mondani, hogy kívülről jön, nem fog tudni bemenni, én inkább a másik oldaltól félek, én inkább azt mondom, aki elveszti a választást, abban a két-három hónapban azt fogja mondani, hogy tudjátok mit. Sok sikert kívánok mindenkinek, aztán majd aláír, aki aláír, meg csinál valamit, aki csinál. Tehát ilyen módon nem nagyon gyakorlom, úgymond a, a, a jogköreimet, akkor ilyen, ilyen, ilyen szépen fogalmazva. Úgyhogy nagyon nem, nem fog változni semmi se. Azt kell megérteni, hogy szépen békéssel le kell rendezni, nem fog hozzáférni, aki most megnyeri van egy elfogadott költségvetés, rajta van minden szem az önkormátokon, nem tudnak pénzeket ígérgetni, külön szerződni, annak mind büntetőgi felelőssége van, úgyhogy ebből szempontból én nem várok nagy problémát. Tehát azt szeretném mondani, hogy október 1 a mostani regnál testület és polgármester addig nem is kell keresni az újakat, mert nem is tudnak mit csinálni. Akkor fognak tudni, hogyha majd október egy után bejöhetnek rendesen. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, Falsz, és ezeket elmondtad. Nézőknek köszönöm a figyelmet, szép estét kívánok, viszontlátásra!